A pincércsapat aranyfokozatot szerzett, a szakácsok egyéniben és csapatban is második helyet érhettek haza, a cukrászok pedig harmadik helyen végeztek. Szőke Anikó, gyakorlati oktatásvezető és a pincérek felkészítője elmondta, a rendezvény színvonalas volt, a zsűrit éttermi szakemberek, mestercukrászok, szakácsok és mesterpincérek alkották. Ennek a milliója, illetve az, hogy milyen nívós volt az esemény, ez erősíti azt is, hogy 222 versenyző vett részt, cukrász, pincér, szakács és kereskedő szakirányon. 31 iskola, 42 díszasztal, 97 egyéni szakács versenyző és 104 oktató, aki segítette ezt a rendezvényt. A győztes pincér csapat tagjai, Sebestyén Dominika és Balázs Dániel az iskola 70. jubileuma alkalmából terített a versenyen. Ezentúl menükártyát írtak és tesztlapot töltöttek ki. A páros 42 csapat közül végzett az első helyen. Felkészítő tanáruk Leskó László volt. Nagyon sokat készültünk az iskolába, felkészülten szerettünk volna oda menni, és ez így is történt. A tanáraink nagyon szépen felkészítettek minket. Jött a versenynapja, megterítettünk, elmentünk menükártyát írni nyilván, és azután jöttek a zsűrik. A szakácsok közül csapatban ezüst minősítést kapott Bakó Szilárd és Nógrádi Erik, egyéniben pedig Rót Fanni ért fel a dobogó második fokára. Az egyéni kategóriában 64-en indultak. Rót Fanni egy meleg tányért készített. A hús eleme göngyöl csirkemell volt. Mellé polentát és zöld borsópürét tálalt fel. Ugye amikor lejárt a 2 óra, és kijöttem a tankonyháról, akkor az itthoni gyakorláshoz képest úgy éreztem, hogy nem sikerült úgy a tányérom, ahogy én azt szerettem volna, és ahogy elpróbáltuk. Viszont amikor a bírák kimondták a nevemet, utána kiderült, hogy ezüstöt kaptam, és ez egy hatalmas megerősítés volt számomra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amit belefektettem munkát, ez az eredményemen látszott is, tekintve, hogy ez egy második versenyem volt. Kisvanda Bianca és Dávid Diana cukrász kategóriában értek el harmadik helyezést. A diákokat a Fazekasné Bot Anikó, az intézmény duális partnere készítette fel. A csapat pozsonyi kiflivel és dísztortával készült a versenyre. Kisvanda Bianca elmondta, jobb minősítésre számítottak, de a bronzzal sem elégedetlenek. A zsűri 8 óra után elkezdett körbejárni az asztalokon, 44 cukrász csapat indult, körbenézte őket, értékelte, mi nem álltunk az asztalunk mellett, mi félrevonultunk addig, és úgy vártuk a délutáni eredményhirdetést. A rendezvény szervezőinek célja, hogy segítsék a tanoncokat szakmai vizsgáikra való felkészülésükben, továbbá, hogy olyan gasztronómiai élményt és ötleteket nyújtsanak az érdeklődő közönségnek, amelyeket felhasználhatnak a mindennapokban.